hagyma párolódik, akkor jó megpárolódok, befűszerezzük a hagymát, és belekesztük az összedarabolt vért. Egy versenyző a hagymás vér elkészítését mutatja. Az Abátszalóki Böllér Fesztiválon minden hagyományos módon készült el régi technológiákkal. A csapatok rég elfeledett, ma már igazi különlegességnek számító étkeket készítettek. Készítettünk egy savanyú májat, ez egy sváb étel. Ezt igazándiból nálunk minden disznóvágáskor meg szokták csinálni. A másik különlegességünk egy fahéjas almába töltött májasurka lesz, és egy sima almába töltött véresurka. A jó időben több ezren voltak kíváncsiak az eseményre, a versenyre 25 csapat nevezett. Határon túlról is érkeztek, Székelyudvarhelyről, testvértelepülésünkről, Backamadarasról, ez azt jelenti, hogy 25 hízót dolgoznak föl, emellett még megsütünk egyben két hízót, és egy 225 méteres kolbászt is, amelyet a kedves vendégek megkóstolhatnak. A rendezvényt a földművelésügyi miniszter nyitotta meg, aki emlékeztetett, folyamatosan nő Magyarországon a sertés létszám, ami jelenleg 3.200.000-re tehető, a két évvel ezelőtti 2.800.000-hez képest. Köszönhető a növekedés annak, hogy nőtt a tartási kedv, egyre több gazda és társas vállalkozás kapcsolódott be a jószágtartásba, és a kormány sertés stratégiájának a valóra váltásán is dolgozunk. Ez évente mintegy 1,5 milliárd forintos, 2 milliárd forintos plusz forrás, amelyhez járulnak további állattartás segítő támogatások, állatjóléti, állatgyógyászati, például agyakocat támogatás, amely most lép be. Ezeknek a nagyságrendje mintegy 180 milliárd forint az elkövetkező időszakban. Ez lehetővé teszi azt, hogy a gazdák versenyképesek legyenek, és jó minőségű magyar sertéshús kerüljön a boltok polcaira, illetve utána az asztalokra. A Tisza-tora disznótoros szezonnak a vége, a turisztikainak pedig az első fontos rendezvénye.